Úgy tartja a mondás, hogy soha nem késő elkezdeni azt, amit az ember igazán szeretne. Így volt ezzel Laki Erzsébet is, aki egész életében a pénzügyi és gazdasági szektorban dolgozott, azonban nyugdíjba vonulása után egy hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntött, hogy az életének következő szakaszában a festészetnek szenteli minden idejét. Idén nyílt 10. kiállítása Tolnán, ahova stábunk is ellátogatott, hogy megnézze a jubileumi kiállítás műveit. Nyarán kezdtem el festeni, azóta autodidakta módon képzem magam, kurzusokra járok. Évenként több alkalommal rendezünk kiállításokat, több festőtársam van ebbe a csoportba, a Közösségkultúra Közhasznú Egyesületnél, és van, amikor egyéni kiállításokat rendezünk, az általában egy-másfél hónapig tart, vagy csoportos kiállításokat. Hát most akkor úgy jött ki, hogy a 10. Igen. Festők középiskolás kora óta rajong az alkotás folyamatáért. Azt mondja, már akkor is foglalkozott a rajzolással, viszont festő csak később lett belőle. Én tájképekkel kezdtem el festeni, még gyerekkoromban, hát középiskolás koromban rajzoltam, de akkor portrét. Tehát akkor portrékat, de egy-kettőt nem sokat, és azért orientálódok most már a portréfestésig. Igen. Az is, hogy az állatok, a figurális képek, csendéletek, szóval ezek már úgy azért próbálom ezeket gyakorolni, illetve hát sokat festettem már belőle. Laki Erzsébet azt mondja, számára nehéz kiválasztani az alkotási témáit, és amikor sikerül, akkor sem siet a műve elkészítésével. Úgy tartja, a precíz és jó munkához időre van szüksége a festőművészeknek. Az ember megálmodja éjszaka, hogy mit szeretne festeni, és akkor próbál ahhoz megfelelő figurákat, vagy fotókat keresni, és nagyon sok képem így is készül. Hát akkor persze hozzáteszem az egyéni elképzelésem, mint azt hiszem a többi festők is így teszik, és akkor így alakul ki a kép, de én lassan már úgy festek, hogy idő, ahogy van, naponta esetleg egy órát, fél órát, vagy ahogy van lehetőségem, időm rá.
hogy őszinte legyek, nekem elég sok kedvenc képen van. Úgyhogy, ami, hát most ez a virágos képem, ez a kékben, ez most egy különlegesebbnek tűnik nekem, és nagyon, mert ahogy szokták mondani régebben is, hogy megvette a gombot, és utána a kabátot. Hát én most ez úgy történt, hogy előbb a keretet kaptam, és akkor utána ki kellett gondolni, hogy ehhez milyen, mit tudok festeni. Tehát figurát, tájképet nem illett hozzá, ezért tett a virág. Egy olasz táj, egy ilyen kikötő rész, egy régi stílusú épületek, úgyhogy ez volt az mostani képen még ebben az évben.